Január 22-e. Vajon hány magyar ember tudna választ adni arra a kérdésre, miért jeles e dátum a nemzet életében, és mióta ünnepeljük ezt a napot, valamint kinek mi jut eszébe a kultúra szó hallatán? Az egyszerű kis feladványra itt a megoldás. 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a himnusz megírását, amely 1844 óta nemzeti himnuszunk lett. 1989-ben nyilvánították ki ezt a napot a Magyar Kultúra napjává, a himnusz születésnapjává. Nem áll piros betűvel a naptárban e dátum, de mégis fontos lehet és kell, hogy legyen minden magyar ember tudatában és lelkében. A kultúra szó megközelítése, értelmezése már nem ennyire egyszerű feladat. A tudományos megfogalmazás alapján a kultúra egy adott társadalom mindazon ismereteinek az összegzése, amelyek az emberi közösség összetartozását és fennmaradását biztosítja. A magyar történelem, a gyönyörű magyar nyelv, az épületek, az írók, a költők, a tudósok, ez mind-mind a magyar kultúra része. Gyakorlatilag negyed évszázada, hogy megünnepeljük a kultúra napját, és azt gondolom, senkinek nem kell elmondani, hogy mit is ünnepünk. Január 22-én Kölcsey Ferencben ezen a napon tisztult le a nemzeti himnuszunknak a piszkozata, és vetette papírra azt a változatot, amelyet szerintem mindenki, ha meghal, ha énekel, ha csak egyszerűen prózában elmondja, ezerszer vagy ezeregyszer kirázza a hideg. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Pedagógusként kerültem közel ahhoz, hogy a településünk kultúrájáért tegyek, valamint polgármesterként pedig kötelező feladatomnak tekintettem és tekintem. Ezt azonban egyedül nem lehet csinálni. Tiszalökön szerencsére vannak lelkes kultúrát támogató polgárok, közösségek, egyesületek, szervezetek, baráti társaságok, akik önzetlenül segítenek abban, hogy Tiszalök kulturális programjai minden korosztályt kielégítsenek. Mi mindannyian arra törekszünk, hogy az értékeket, a minőséget szerettessük meg, fogadtassuk el a jövő nemzetékével. Igaz, hogy január 22-én ünnepeljük a közművelődésben dolgozóknak a napját, de én úgy gondoltam, hogy az ő köszöntésüknek itt és mostan a helye. Ők azok, akik egész évben segítik munkánkat, mindent megtesznek azért, hogy a tiszalöki emberek szívesen jöjjenek intézményeinkbe, rendezvényeinkre. Ők a Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói. Egy csapat. Egy nagyon jó közösség, élükön Tölgyesiné Katával, akit most megkérek, hogy ő már fel ide mellém a színpadra. Gondolom, itt van ő is a rendezvényen. És valóban szeretném neki átadni a köszönetemet, köszönetünket, ami szól személyesen neki is, és kedves munkatársainak, munkatársaimnak. A magyar kultúra az önöké, a miénk, a magyar embereké, azoké, akik művelik, tisztelik és érvényre juttatják. Ez a nap az értékteremtés és a megőrzés napja. Kedves európaiak! Mindenek előtt kedves Hamburgban hátrahagyott feleségem és legkisebb gyermekem. Hát megérkeztünk New Yorkba. Először is sem szabadságszobrot, sem felhőkarcolókat a mai napig nem láttam.
Láttam ködbevesződ dokokat, ocsmány olajos vizet sok döglött hallal. Aztán kiszálltunk, és láttam egy hatalmas csarnokot, kilométer hosszú födött üres hodályt, és ott várnunk kellett, amíg a csomagjainkat kirakták. Mrs. Fay már 9-től ott várt, de nem tudtunk összekerülni 5-ig, mivel engem nem eresztettek ki, és őt nem eresztették be. Másfél órát autóztunk New Yorkon keresztül, képzelj el, 3 sor egy irányba haladó autót egymás mellett egy utcán, és 3 sort visszafelé, minden 200 méteren piros lámpák, amelyik sorba belekerülsz, azzal élsz és halsz. És mind nagy kocsik, óriás kocsik. Én viddel előültem a nő mellett, és a nő beszélt, és én nem értettem belőle egy szót sem. Mikor virradni kezdett, dombos erdős vidékeken futottunk föl és le, aztán átjöttünk az Ohio folyón, körülbelül akkora, mint Pestnél a Duna, itt voltunk, a vidék emlékeztet a mezőségre. Az öreg McLean kalappal a fején ül a pipázóban, és a Az öreg McLean kalappal a fején ül a pipázóban, és a padlóra köp. 1823. január 22-én Kölcsey Ferenc egyetlen nap alatt alkotta meg Istenhez intézett fohászát a nemzet megmaradásáért. A himnusz születése után, 13 évvel később, Vörös Marti Mihály fordult szózatával a nemzethez. A két összegző mű, mely a történelmi múlt, a jelen és a jövő képeivel szándékozza a magyarságot tettekre buzdítani, a nép ajkán hosszú évekig versengésben állt egymással. Az ünnepeken, megemlékezéseken, hol egyiket, hol másikat szavalták. 1989-ben alkották meg azt a törvényt, mely először mondja ki, hogy Kölcsey Ferenc Erkel Ferenc által megzenésített himnusza a magyar nemzet szimbóluma. A hagyomány folytatódott, ünnepi alkalmakkor a himnusz és a szózat máig is együtt szerepel. Kölcsey Ferenc, himnusz. Isten, áld meg a magyar jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tév, hozz rá víg esztendőt. Megbűnhődte már a nép, a múltat s jövendőt. Őseinket felhozád Kárpát-Szentbércére, általad nyert szép hazád bendegúznak víre, s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezején, ért kalász lengettél, Tokaj szőlő veszein nektár csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád vadtörök sáncára, s nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Voltunk néhányan magyarok, akik az elmúlt néhány évtizedben tanácstalanul álltunk a jelszavak között, melyeket minden irányból felé kiabáltak, és nem tudtuk, hogy mit kezdjünk velük, mert nem éreztük mögöttük az abszolút igazság parancsfedezetét. Aztán láttuk, hogy a jelszavak súlya alatt összeroskadt az ország. És láttuk, hogy az összeroskadt ország alatt mindig szenved és pusztul a nép, a mi népünk, melynek véréből való vér, és testéből való test voltunk mi magunk is. Gondolkodni kezdett bennünk a sajgó fájdalom, és rádöbbentünk, hogy mindez azért van, mert politikai szólamokra akarták fölépíteni az életet. Márpedig a szólamokra épített élet olyan, mint a homokra épült vár. Elfújja a szél, és ledönti az időt. Nehéz esztendők önmarcangolásaink keresztül ráeszméltünk arra, hogy mindaz, ami a szemünk előtt zajlik, nem egyéb, mint az ember csődje Krisztus tanításával szemben. Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet e tintával írnék egy kisleánynak, akit szeretek.
krikszkrakszokat, japán betűket írni, és egy kacskaringós, kedves madarat. És akarok még sok más színű tintát. Bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat. És kellene még sok száz és ezer, és kellene még aztán millió. Trépás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító. És kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is. De halvány, akár a színes kapuablak árnya augusztusi délkor a kapualján. És akarok még égőpirosat, vérszínűt, mintha mérges alkonyat, és akkor írnék, mindig írnék, kékkel húgomnak. Isten, áld meg a magyar, jókedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart a küzdelenséggel. Van sors, akit régen tép, hozzá végeztendőt, megbűvődte már a nép, a múltat és jövendőt. Őseinket felhozzád Kárpát-Szent bércére, általad nyert szép hazád, bennünk vére, s merre szúgnak habjai, Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezein, ért halász lengettél, utolás szőrő veszein, megváltsenetettél. Zászlunk gyakran plántálát, vad török sáncára, s nyögte mártyás búsadát, bécsnek büszke vára. Haj, de bűneiről a nyúlt harag kebleben, s elsújtád villámidat dörlő felegeben. Most rabló mongolniát zúgattad felettünk, majd töröktől a ligát, vár egy